De kezdjük Vastag Györgynek, pár mondatot csak azért engedjünk meg ennek a festménynek, mert egyrészt ugye ez a kiállításnak a plakátja. Vastag György egy erdélyi festő volt, aki az erdélyi képzőművészetet felvirágoztatta, először azáltal, hogy nagyon aktívan részt vett a képeivel a kiállításokon, később már szervezte is őket. Amikor ez a kép készült, akkor éppen Budapesten élt pár évig, tehát feltételezzük, hogy ez egy pesti nőt ábrázol, de egy nagyon szép, intim, hívogató festmény, úgyhogy dicsérjük azt, aki azt találta ki, hogy ez legyen a kiállításnak a plakátján. Ekkor már nagyon erősen különvált a nagy, nem is tudom minek nevezem, a magas szintű művészet, meg a népszerű keresett művészet. És ezért kispolgári témák ezeken a naturalista képeken már nagyon gyakran előfordultak. Ez jellemzően egy olyan, ahol az ellenállhatatlan nőcsábász még a csúnyácska anyukát is megpróbálja becserkészni. Tehát ez egy ilyen kép. Bencúr Gyula, a nagy művész fejedelmünk, ezt se feledkezzünk meg erről a képről, hogy ő ugye a későbbi portréit már teljes természetességgel úgy festette, hogy meg kezébe vette a fényképet, és a fénykép alapján festette meg a képét. Ez egészen biztosan egy olyan kép, amit fénykép alapján festett. Látszik rajta, hogy Barabás Miklósos képes, semmilyen idealizálás nincs ezekben a figurákban. Ez úgy van, ahogy ezek a gyerekek voltak. Karlovszky Bertalan, bocsánat, hogy ide-oda cikázok, mert egyelőre úgy látom, hogy ez a jó tempó. Karosszékben ülő nő, Heltai Ferenc várospolitikus és közgazdász írónak a feleségét ábrázolja, de ez a kevésbé fontos. A fontosabb az, hogy szecessziós stílusban festette meg a falat, akkor, amikor hivatalosan 1889-ben még nem is létezett szecesszió, bár nyilván tendenciák már akkor is, de a szecesszió az 1892-ben indult, előbb von Stuckkal, majd Klimtel, Münchenben és Bécsben, de ez már egészen biztosan annak az előszele, ami, tehát nagyon sok dicsérőt mondhatnánk erről a képről, például azt is, hogy minden egyes négyzetmilliméterre rendkívül aprólékosan kidolgozott, ha kiragadnánk egy 10x10 centis bár véletlenszerűen képet ebből a képből, az is egy jól kidolgozott, véglegesen kidolgozott kép lenne, valamint az is nagyon nagy jó hatást kelt, hogy valójában össze nem illő színeket válogatott a festő a képre. Tehát ez a vöröses, rozsdás vörös, meg ez a piros, ez teljesen összhangtalan, és mégis ez a jó benne. Életképeket látunk néha falusi témákban, néha városi témákban, néha templomi témákban, mind naturalista jelleggel. Ezek a festők nem próbáltak kitérni az akadémizmus elől, legfeljebb a fotográfia hatására az kicsit továbbfejleszteni. A következő kép, amire fölhívnám a figyelmet, az Paul Hugónak a Mise után, amelyben nagyon ritka jelenségként némi társadalom bírálatot is látunk. Ugye Mise után a gazdagok már szívesebben adakoznak a szegényeknek, viszont a kezek, a tárgyak nem érnek össze még így sem. Továbbra is a színpompával teli baloldalon maradnak a gazdagok, és a szürke színekkel megfestett szegények a kép túlsó oldalán. Ja igen, Paul Hugó nagyon, nagyon egyedi rá ezek a pasztelszínek, amit olajfestésben is sikerült megvalósítania. Ő egyébként pasztellen nagyon szépen festett, de mint mondom, olajképeken is ezt a hatást sikerült visszahoznia. Az életképeken lévő, az ablakban lévő virágcserép nagyon jellegzetes motívum. Mindjárt mutatom, hogy ez miért fontos. Itt vannak a szociális témák, a pasiát behívták katonának, és ezért szomorú. Cselét közvetítőnél a drámai vagy apatikus arcok, egyébként nagy festők, Vaszary János, Csók István, a későbbi, hamarosan létrejövő nagybányai művésztelep elindítói, akiknek nem ezt a korszakát szeretjük, bár ez rossz szó, hanem ők később lettek ugye avantgárdak, meg progresszívek, elindították a nagybányai művésztelepet. Ezek a korai képeik, ezeknek az festő óriásoknak, még a műcsarnoki naturalizmus jegyében. A vállás, a virág az ablakban, ugye ott van, de valójában nincs is. Ki van száradva, mert hogy ez a kép egy vállást, egy szomorú, drámai vállást jelent, ahol a férj már összecsomagolt és készül elmenni. Szomorú, megható pillanat.
A nagy Vaszari Jánosnak, a nagy avantgárd festőnek szintén egy életképe, udvarlás, voltak éppen egy nagyon, tehát ennek a korszaknak és ennek a stílusnak az egyik csúcs műve. László Fülöpről ne feledkezzünk meg, a korának a leg, nem csak, nem, sőt nem Magyarországon, hát megint csak azt tudom mondani, hogy világhírű volt. Amerikából, Angliából, egész Európából uralkodók, főurak, arisztokraták kértek tőle portrékat, és hihetetlenül gazdag volt, és hihetetlenül sok megrendelése volt. Mára már nem értékeljük annyira, mint a korábban, ahogy értékelték, de ez a kép is mondjuk egy sikerültebb darab, ahol egyrészt az öreg tisztnek a gondolom a gondolatait, a lelki világát már a hulló falevelek is szimbolizálják. Szintén egy László Fülöp portré, és Iványi Grünwald Béla, egy nagybányai résztvevőnek még egy képe, és Ferenci Károlynak gyakorlatilag ez a két utolsó kép. Mielőtt lezárom a tárlatvezetést, három gyors mondat. Az egyik, hogy itt a shop, itt lehet venni különféle katalógusokat, de külön ennek a kiállításnak a katalógusára hívnám fel a figyelmet, annak a jegyében, amit a tárlatvezetés elején mondtam, hogy így egyben ezek a képek soha többé nem lesznek látható. Ha látni szeretnék őket, akkor csak úgy láthatják őket, hogyha megveszik a katalógust. Az ajtón túl baloldalt van a kiállítás létrehozásában résztvevő emberek nevei, valamint a vendégkönyv is. Köszönöm szépen a figyelmet!